több szempontból is érdekes ez a mai nap, hiszen szombaton a Aeropress magyar bajnokság volt az Ötkertben. Lehetett izgulni mindenkiért, de egy valamire senki nem számított. Én ezt most végül is megnyertem. Egy. 2019, Aeropress bajnok áll itt előttünk, Katona Norbert, alias Bini Master? Bini Master? Jó. Gábor, meg fogjuk kóstolni a kávémat, mert hogy a felkészülésünk egy bizonyos részében beszéltünk meg dolgokat, és azokat a változtatásokat, amivel végül is a versenyen már indultam, azokat még nem kóstoltam, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog erről gondolni. A Flow-ban egyébként elkészítettük a kávénkat, beszéltünk róla, és igazából én nem tudtam, hogy ebből egy hatalmas nagy szereplés lesz, de nagyon sok versenyző ott volt, és akkor szépen sorban állva megbeszéltük, hogy kinek mi volt a véleménye, meg hogy hogy élte meg hogy hogy készült fel, ami elég érdekes volt, viszont az sokkal érdekesebb volt, hogy megkóstolhattam 4 másik versenyző kávéját, és kihagytam egy srácot. Bocs, tényleg, ha véletlenül kihagytalak, azt tudom, hogy el kell küldenem neked egy videót, amikor egymással ellen versenyzünk. Levente? Vagy egymással. Aki ott volt középen? Igen. Levente. De várjál, amikor veled versenyeztem... Akkor ő volt középen? Akkor ez a... Mert te volt az egyik színen, meg a másik színen? Nem, arra emlékszem. Az első kör, de abban te nem voltál, mert én a hat... Ja, jó, ott meg mellett. Mindegy, küldöm a videót, nem felejtettem el. De ha nem kapod meg péntekig, akkor elfelejtettem, és írj rám megint, bocs. Boly, lakást felújítok, ez undorító. Na, de nem is ez a lényeg, tehát az a lényeg, hogy Gábor meg fogja kóstolni a kávét, ezt le fogjuk kóstolni együtt, és akkor én is megnézem, hogy mi a helyzet, és akkor meg fogom mondani, hogy változott-e valamennyit, mert azért mégiscsak péntek óta eltelt pár nap, azért ezt a zacsit nyitogatgattuk, meg áldozál, meg szervezik, meg minden, és hogy legalább akkor meglátjuk, hogy mik lesznek a helyzetek. Én a Flow-ban egy kicsit... Az első körben az volt a probléma, hogy szerintem nem volt elpucolva az Aeropress-em. A második körben csináltunk még egy adagot. Én vastagabbnak éreztem, mint amilyen otthon, de ez ilyen. Tehát, hogyha az lett volna, tehát, hogy amit tegnap kóstoltam és tegnap megcsináltam, ha az lett volna a versenyfelkészülés utolsó napján az a kávé, akkor azt mondom, hogy meg vagyok oké. Okay. Kivettem belőle ez a pörkölt. Én szotinak hívom, de hogy már beszéltem közben Anitával, és megkérdeztem, hogy ők milyen szempontok alapján választottak a kávét, erről majd később fogunk beszélni. És ő azt hiszem, hogy pörkölt magyaró héjat mondott. Amit én el tudok fogadni, de igen, tehát hogy valami, ezt az ízt akartam belőle kiszedni, ez végül is sikerült, illetve a feldolgozásnak köszönhetően vannak benne, ezt hogy lehet szépen magyarul mondani, az underdeveloped. Hát, hogy alulfejlett ízek. Ez jó. Alulfejlett ízek vannak benne, és ezt kiszerettem volna szedni belőle, és nem úgy szerettem volna kiszedni belőle, hogy 2 percet ott szemezgetek, mert akkor én biztos, hogy kiborulok a versenyen. Neked van türelmed, te például kiválogattad, aztán Balázs is kiválogatta, Barta Balázs, de nekem ott nem. Én stressz helyzetben én ott kikapcsoltam, én tudtam, hogy mit kell csinálni, mit hova öntök, és akkor néha volt kézre meg is. Jó, szóval ezt fogjuk most csinálni. Igen. És közben el fogom mondani, hogy mi volt a receptem, és közben azt is el fogom mondani, hogy mit változtattam rajta. Jó. Hogy mi volt az eredménye az első kanyaromnak, és mi volt az eredménye, ami eredményezte ezt az eredményt! Ha nem bánom, viszont akkor én nem Aeropress-el fogok menni, hanem egy
Egy jó véletlennál? Egy igazi véletlennál. Jó, nézzük meg. Nézzük és akkor megnézzük, mert hogy itt ugye van egy ilyen kompozitor verseny, ahol ugye lehetne menni akár Aeropress-re is, de én annak idén a világbajnokságon például ilyen mentem, ilyen kis véletlennál, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud a véletlennak kihozni ebből a kávéból, és hogy az meg tudja verni esetleg a te Aeropress-es kávédat. Ja. És akkor legalább mindenket más csináljuk, amiért értünk. Akkor ki kell mérnem a kávét, mi? Mert ezt elfelejtettem. Let's do some coffee. Na, nézzük. Ready? Aha. Jöjjön, várj, mint... Oh, going down! Én már nem állok meg. Nyomjad, nyomjad. Senki kedvéért. Úgyis gyorsabb vagyok. Ötven... gram a Bloom és keverek és többféleképpen is megpróbáltam ezt 50 másodpercig 50 másodperc után felöntöm ezt majd el fogom mondani szerintem utána, mert képtelen vagyok két dologra figyelni, tehát 150 grammig öntöm fel. Úgy előttem el. Tényleg? Aha, parfümölet érzem. Nem vagyok befújva. Tényleg? Akkor olyan parfümös ez a kávé. De te érzel? Nem. Nem mértem le, hogy mennyi a lejövőm. Folyamatosan az a terv, hogy ez elkészül, és akkor 100 gram vízzel bypassolok. Tehát 150-re öntöm fel, két részletben 50 gram Bloom, és akkor utána 100 gram bypass. És akkor ezzel együtt készül el úgy nagyjából, most azért kicsit beledumáltam meg ilyenek, de körülbelül 3 perc alatt megvan a történet. Kanál. Akkor jól összekeverjük. Ez is és itt kezdtem el izgulni, hogy vajon lesz-e ez annyi, és van. És akkor ugye ezt a kis maradékot... És mi maradt egy kevés. Ezt adtam körbe. Meg ezt kóstoltam én is meg, hogy... Meg én is. Egyébként jó, hogy az van. De ennek is. Aha. Keserű? Nekem keserű. Nem az. Ez tök... Ez csok is. Ez pont el, amit mondtál. Majdnem benne, de nem olyan, tökre nem olyan, mint volt az elején. Tényleg nagyon sokat változott az íze ahhoz képest. De az a versenykávét nem is készítettük el akkor, vagy igen? Akkor mi nem volt meg? Mi nem gyakoroltunk a versenykávéddal? Nem, hát az előző videókban nem gyakoroltunk a versenykávéddal. Tényleg. Mi nem a versenykávéval gyakoroltunk. Hanem gyakoroltunk egy frankó kaszinóval. Egy etióppal. Igen, uragával. Így van. Meg volt egy nagyon régi kávé. Meg amit a fiókodból rántottál. Igen. Valami 6 éves, nagyon fás, nagyon havas, nagyon izé. A technikailag nem csaltunk. Kipróbáltuk, hogy lehet aeropresszelni egy jó kávét, meg egy nem jó kávét, és utána a felkészülést azt meg gyakorlatilag külön végeztük el. Igen. De viszont nagyon érdekes tanulság, hogy egy teljesen más kávén tapasztaltakat át tudsz vinni. Át tudod ültetni. Simán. Igen. Tehát ott is az volt, hogy jó, nagyon savas volt a kávém, amit készítettem. Az enyém keserű. A tiédben is érzem, V60-ban is kijön. Attilának a kávéjában is éreztem. Ezt a keserűt? Nem, ez nem keserű, hanem ez a zöld. Vagy ilyen zöld íz, de nagyon pici. Na éppen hogy, de érzem. Hogy mondtad szépen? Alulfejlett íz. Alulfejlett íz. De finom egyébként, de ő mondjuk úgy nem. Én meg egyre blancsosabb lesz egyébként. Most sem meg, aha. Tök jó. Finom, elég jó. Hát megérdemelted. Azt kell mondjam. Hú, most jön a csoki. Most megérdem a csoki. És nincs benne, ugye hogy nincs benne ez nincs a... Nincs benne ez a bántó csoki. Szerintem... Nagyon gyengén magyarós, de inkább ilyen peanut butter. Tehát nekem ilyen magyaró vaj, mert hogy édes. Aha. Egy nagyon picit. Tehát egy nagyon-nagyon pici ilyen, a magyarónak van egy ilyen lecsengése, az benne van, de egyébként meg ilyen
Tök kellemesebbek vannak benne. Én most elkezdtem egy kicsit érezni az erőt. Elkezd savanyodni, persze. De 8 perc, 8 és fél perc. Ez egy kicsit ez a korlátos uborka, sáv. De érdekesen mondjuk így nem gondolnék. Jelenik meg. Tehát, hogyha eszed ezeket a kovászos uborkákat, akkor tudod, amikor beleharapsz, és az a légy kimegy a szádba. Igen. A lecsengés az pontos ugyanilyen. Amikor szétesik a sába, akkor az pont nekem az nagyon olyan. Kus, ugye? És most már csak a csupa csoki, meg a sab, meg szétestek a sabak. Szerintem. Ennyi. Nem, azért még... Nem. De már érzed, hogy ott... Kezd esni, de még érzed, még érzed, érzed, ott a savanya. Aha. Ez még ilyen teljes most. Ezt már. Ezt még nem is kóstoltam végig ennyi ideig ezek előtt. Tehát egy kicsit inkább ilyen teljesen most. Ú, de viszont... Most már szárít. Szárít bizony. A szárpadáson, hanem... Igen. Tehát tudod, ez ilyen pomelóból elindult egy kicsit, mikor még édes volt, és... Tök jó, amikor kifújom az orromon a levegőt, akkor meg ízlik, ami visszajön. Tegnap, amit készítettem, sokkal bántóbban volt csoki. Ez egy nagyon korrekt kávé. Nabi, azt kell mondjam. Tegnap, most tegnap ilyen olyan masszív volt, hogy szerintem ütni lehetett volna vele. Tehát, hogy így tegnap tényleg megcsináltuk, és ez a... Azta! És így szerint így mentem haza, így vezettem, és így végig azon gondolkodtam, hogy így nyeltem, és hogy na, ez nem tűnik el. És így, amikor, tehát tényleg ez amikor, tehát amikor sok csokit eszel. De én most meg tejcsokit, tényleg abszolút egyet. Nekem inkább így. De, nem jön el. Tehát, hogy azt mondom, hogy mindenki. Jobban nem kell már senkinek mutogatni.